Volodymyr Zelenszky elnök elismerte, hogy az ukrán csapatok Kurszki hadműveletével párhuzamosan az orosz erők is előre nyomulnak ukrán területeken. Egyúttal arra kérte szövetségeseit, hogy teljesítsék a hadi anyag szállítása tett vállalásaikat. Rendkívül fontos, hogy partnereink valóban teljesítsék kötelezettségeiket minden egyes csomaggal, minden egyes megállapodásunkkal kapcsolatban. Ez alapvető fontosság a védelmünk szempontjából. Egy ember meghalt, 16 megsebesült a Herszon régió 24 települését ért orosz tűzérségi támadásban. Pokrovszkban az ukrán erők nehezen tartják a várost az orosz egységekkel szemben, amelyek gyorsan haladnak egy logisztikai központ felé. Pokrovsz stratégiai fontosságú település, annak ellenőrzése nagy lépés lenne Moszkvának a Donyecki régió elfoglalásához. Az ukrán elnök reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy Kijev minél hamarabb hozzájut a befagyasztott orosz vagyonból származó 50 milliárd dollárhoz, amely segítséget az EU 27 tagállama az év elején szavazott meg.